Franciaország azonnali hatállyal utazási korlátozásokat vezetett be három dél-amerikai országgal és a dél-afrikai köztársasággal szemben. A párizsi vezetés így szeretné megakadályozni, hogy a különösen fertőző koronavírus törzsek beszivárogjanak az országba. Az argentin, chilei és brazil járatokat szinte egyik pillanatról a másikra törölték, az utasok mégsem voltak különösebben meglepődve. Brazília külföldi megítélése egészen retteretes. Svájcba rossz hírek jutnak el. Eleinte a közbiztonságról, most meg a félrekezelt járványról, mondta egy utazásszervező. Brazília legnépesebb államában, São Paulo-ban annak ellenére megkezdték a korlátozások feloldását, hogy a járványmutatók folyamatosan romlanak. A latin-amerikai országban már majdnem 14 millió koronavírusos esetet regisztráltak, és a halottak száma napokon belül elérheti a 400 ezret. Jair Bolsonaro azonban úgy látja, hogy inkább a gazdaságot kell megóvni a teljes összeomlástól. Egy holland segélyszervezetnek hála, a hétvégén 800 ezer AstraZeneca vakcina érkezett a szomszédos Argentínába. A COVAX a fejlődő országok közt sok millió oltóanyagot oszt szét, hogy senki se szakadjon le a járványkezelésben. Ezzel egy időben több ezres tüntetést tartottak a fővárosban, Buenos Airesben, melyen a kijárási tilalom és a boltzár eltörlését követelték. A kormány azt hazudja, hogy az emberek egészségével foglalkozik, pedig csak bebörtönzi őket, bezárva lenni nem egészséges, mondta az egyik tiltakozó. Bár Chile időben felvette a harcot a járvánnyal, és már hónapok óta nagy erőkkel olt, az elmúlt hetekben meg kétszereződött az újonnan regisztrált fertőzöttek száma, és minden nap száznál többen veszítik életüket a koronavírus miatt.